Tóth Editre emlékezem. Tarhoson 2 évig osztálytársak voltunk. Utána 2 felé osztották az osztályt, ő a B, én az A osztályba kerültem. Jól emlékszem, milyen kitűnő matematikus volt. Tarhoson egymást segítettük, ha kellett, Edit mindig készen állt erre. Ha valaki óra alatt munkára volt beosztva, építőanyaghordásra a pavilonhoz, pótolnia kellett a mulasztást, a kollégium erre alkalmas volt, és mindig készen is állt. Amikor Tarhos megszűnt, írásbeli értesítést kaptunk, hogy a körzeti gimnázium köteles felvenni bennünket. Békés Csabára kerültünk néhányan, én Edittel egy osztályba. A kollégiumban szobatársak és ágyszomszédok lettünk, ekkor barátkoztunk igazán össze. Sokat beszélgettünk, az idegen környezetben szinte testvéri kapcsolatot alakítottunk ki. Az iskola, mivel zeneiskolába is jártunk, szereplésre jelölt minket a diáknapokra. Alaposan felkészültünk, Mozart Andante című Fuvola zongora művét tanultuk meg, és adtuk elő sikeresen. A következő évben az első emeleti fiú gimnáziumból egy fiú is csatlakozott hozzánk, így egy hegedű fuvola zongora triót, Boccherini menüettjét adtuk elő. Edit volt a vezéregyéniség. Ő már Tarhos előtt is tanult zenét, Tarhoson pedig a Kodály Zoltán látogatásakor rendezett szolfés versenyt is megnyerte. Békés Csabán a fiú és lány kollégiumnak közös énekkara volt, a karvezető pedig mindkettőnket szólamtanítással bízott meg. Én 1956-ban abba hagytam a fuvolázást, majd tanárképző főiskolára jártam, magyar énekszakra. Edit sem zongorázott tovább az egyetem mellett. Mivel egy osztályban érettségiztünk, 50 éven át 5 évenként találkoztunk, így kapcsolatban maradtunk, telefonáltunk egymásnak, tudtam a sorscsapásukról és örömökről az életében. Néha koncerteken is találkoztunk. Ha sárbogárdi kórusunk Pesten szerepelt, lehetőség szerint eljött meghallgatni. Legutolsó alkalommal a Haller utcai templomban Haydn Harmónia messze című művét hallotta tőlünk. Mindig büszkén és szeretettel fogok rá emlékezni.